Ez a működésünknek a 31. év volt. Egyik év se olyan, mint az az előtti lenne. Hát a koronavírus most is mindent, ahogy minden szervezetnek, minden egyes magánszemélynek az életét átformálta, az a miénket is. Mégis azért sok minden tavalyihoz képest változott, egy kicsit azért nyitottunk, és sikerültek programokat is szerveznünk ebben az évben. És ami számomra nagy pozitívum volt, hogy több nemzetközi programban, kiállításban is részt vehettünk. Ezen az évben nem teljes tagsággal, de több tagunk is képviseltette magát a Komáromban, az első alkalommal megrendezett felvidéki színművészeti biennálén. Budapesten most volt az eukarisztikus kongresszus, és ennek kapcsán egy ilyen keresztszínművészeti tematikus kiállítás, nemzetközi kiállítás jött létre, azon is szerepeltek a tagjaink, valamint a Mank Nonprofit Kft. És a Cirkuszművészeti Múzeum is indított egy pályázatot, és azon is képviseltette magát a Révész Imre Társaság, és sikerült ugyanolyan Nemzetstratégiai Kutatóintézet által létrehozott Kárpát-haza programban is részt vennünk Budapesten. Úgyhogy ezeket úgy gondolom, hogy még hogyha személyesen nem is tudtunk ezeken a rendezvényeken részt venni, az alkotásainkkal képviseltettük magunkat, és ez egy nagy pozitívuma ennek az évnek. Ami szintén egy pozitív dolog, szeretnék inkább ezekre a pozitívumokra összpontosítani, az, hogy a tagságunk két új taggal bővült, két reménydús fiatal alkotóművésszel, Zsigó Oliviával, keramikus és festőművésszel, aki 2019-ben lett az ösztöndíjasunk, valamint Kutasi Csabával, aki pedig 2020-ban vehette át a RIT ösztöndíjat. Nagyon örülünk is nekik, hogy egy ilyen új, friss vérfrissítés került a társaságba, és reméljük, hogy ez a tendencia majd a későbbiekben is folytatódik, és ezek az alkotók szeretnének is majd ennek a közösségnek a részesévé válni, hiszen a RIT-ben minden éven nem hirdetünk hivatalosan ugye tagfelvételt, de általában úgy kerülnek be az új tagok, hogyha megismerkedünk velük, részt vesznek valamilyen közös rendezvényen, bemutatják az alkotásukat, az alkotói képüket, és ugye szándékukat jelzik felénk, akkor utána a tagság dönt arról, hogy bekerüljenek, és Zsigó Oliviánál és Kutasi Csabánál ez két nem is volt kérdés, hogy a tagjaink közé választjuk őket. Valamint sikerült végre több olyan lengő projekt, amit még tavaly terveztünk, az is beindítani, ilyen egy ilyen ukrajnai vándorkiállítás, ami a Magyarország külképviseletének segítségével jön létre. Ez a jelenlegi tervek szerint 6 megyét felölelő vándorkiállítás lenne. A Magyarország kijevi nagykövetségének és Magyarország ungvári főkonzulátusának a segítségével. Ennek az első tárlata a 2022-es évben jön létre, de már az anyag az elkészült, útnak is indult, és már Ternopolban van. Az információm szerint is ott majd megtekinthető lesz a tagságunk alkotóinak egy kis válogatás kiállítása. Tehát sikerült azért haladnunk, sikerültek úgymond a múlt évben elindított új szokásainkat is úgymond megtartanunk, hiszen úgy gondolom, hogy amikor a digitális térbe szorulva megpróbáltunk mi is ezzel a környezettel, számomra is bármennyire hétköznapjaink része, de szokatlan környezettel dolgozni, ezek a tárlatlátogatások, videós tárlatlátogatások készítése, vagy kis videók, amelyek a tagjainkat, a munkánkat mutatják be, azok úgy gondolom, hogy hasznosak voltak, és ezt ebben az évben is tovább tartjuk, folytatjuk, és természetesen reméljük, hogy ugye fejlesztük is. Úgyhogy úgy gondolom, ebből a nehéz időszakból mi csak tanultunk, fejlődtünk, és remélhetőleg ez a 2022-es évben is így fog tovább folytatódni. Rengeteg tervünk van, rengeteg projektet indítottunk el, amelyek szintén kezdenek már ugye testet ölteni, ilyen ez a RIT és a barátok, vagy az alkos kedvedre, vagy a nyitott ablak, amit ugye a Kárpátaljai Kovács Vilmos Irodalmi Társasággal jöttünk létre. Ezek szintén haladnak, de egyesek nagy ugrásokat tettek ebben az időszakban, van amelyek csosszognak még a megvalósítás idejéig, de úgy gondolom, hogy sok minden várható még a Révész Imre Társaságtól a következő évben is.